Megpróbálok rövid lenni és gyors az újdonságokkal kapcsolatban, amik tegnap este 6-kor jöttek a Vampire Survivors-ben. Megérkezett a 0.10-es beta, és hát spoileres lesz a dolog, szóval erre készüljetek fel. Kaptunk 2 új karaktert, az egyik maga a Vendor, aki a Munguló pályán lett elérhető, azt hiszem ott tűnt fel először ő. Ezt az NPC-t lehet megszerezni karakterként, és hát ez nem kell más csinálni, mint hogy fel-upgrade-eljük az összes elérhető passzívot a Munguló pályán, azaz mind a 16-ot. És hogyha ez megvan, akkor állókulódik az új karakter, de erre figyelni kell, hogyha elértük ezt, hogy mind a 16 passzív maxos a Munguló pályán, akkor érdemes mi hamarabb kilépni, mert ha a halál megöl minket, akkor már is vesztünk a tiragisúból egy fejlesztést, ugye mivel elmegy vele egy revive, és így nem kapjuk meg a kör végén a titkos karaktert, méghozzá őt. Ez a két új karakter, ez titkos karakter, ebben a patchben rengeteg titkos dolog jött, és annál kevesebb nem titkos. Majd meglátjátok, hogy ezt miért mondom. Ez a karakter a Candy Box-szal kezd. A Candy Box-ról, mint fegyverről azt kell tudnotok, hogy ez egy olyan fegyó, amivel gyakorlatilag bármilyen fegyverrel kezdhetünk. Tehát, hogy bármit választhatunk az alapfegyverek közül. Ennyi. Tehát ezzel kezd az új karakter, a Vendor, a shoppos, a Big Trouser nevezetű. És minden egyes szinttel 1% greedet kap, tehát minden szinttel egyre többet és többet ér a pénzed. És tovább tart az aranyláz, tudjátok, amikor így elkezd minden villogni a képernyőn, alul megjelenik a sáv. És bling-bling meg ilyenek. És ahogy vesztek fel pénzt, akkor tovább tart az aranyláz. Szóval, hogy a shoppos karakterrel jól lehet majd valószínűleg aranyat fejleszteni. A bármi fejlesztett fegyver is lehet? Nem. Az úgy oda nem ír, vagy alapfegyver. Base weapon. Tehát az evolved fegyverek nem számítanak base weaponnek, szerintem. Oké, és ez volt az egyik új karakter, az új fegyverével, a Candy Box-szal. Nézzük. A következő új titkos karakter az Cosmo. Cosmo-t úgy lehet feloldani, hogyha választotok egy olyan karaktert, amivel nulla tojásotok van. Az, hogyha kikapcsoljátok, hogy ne legyenek tojások az adott rámba, az nem működik, tehát fontos, hogy nulla darab tojása legyen a karakterednek. Itt az legyen írva, hogy Golden Egg 0. Ha egy ilyen karaktert választasz, aminek nulla tojása van, akkor, ha elmész a Capella Magna nevezetű pályára, és kipikkeled a fehér madarat, a Peach One-t, és a fekete madarat, az Ebony Wings-t, mindkettő nálad van, elmész a Capella Magna tetejére, ahol a korona és a tiragisu van, akkor ott találsz majd egy olyan területet, ahol ott van ez a Duja Fritta, ez a lángszóró, és hogyha azt felveszed, akkor kinyílik egy ajtó, és átkerülsz egy ilyen fura területre, ahol ott fog ülni a balkonin egy kis madár. És hogyha hozzámész, tehát odamész hozzá, akkor állokkolod ezt a karaktert, a Cosmo-t. Láthatjátok, hogy Cosmo, ő egy olyan karakter, amellett, hogy titkos, hogy plusz egy recovery-t és plusz 1% luck-ot kap szintenként, illetve minden 100. szintnél kap egy revive-ot. És azt írja, hogy titkosak a fegyverei, ez azt jelenti, hogy ő két alap madárral kezd, de úgy,
hogy azok nem foglalnak weapon slotot, tehát tudsz fölvenni 6 fegyvert a madarak mellé. Azt nem tudom, hogy ezek amúgy tudnak-e evolvolni, remélhetőleg igen, de hogy ez elég király, tehát hogy plusz 2 madárral kezdesz, így plusz 6 fegyvert fel tudsz venni, ez amúgy nagyon király. Kíváncsi leszek erre a karakterre, remélhetőleg jut idő arra, hogy őt is kipróbáljuk. Nem tudnak evolvolni? Hát ez szomorú, Zoltán. Ez szomorú. Akkor viszont arra lennék kíváncsi, hogy azt mondtad, hogy nem tudnak evolvolni, fel tudjuk-e venni Cosmónak a fehér és a fekete madarat pluszba? Tehát, hogy lehet-e dupla annyi az alapmadarakból? És vajon hogyan viselkedik ő, hogyha felveszük a Gemini nevezetű árkánát, ami ugye megduplázza a madarakat például. Fel lehet venni. Wow! Tehát akkor akár azt is lehet csinálni, hogy 6 madarunk van? Geminivel 8 madárral is lehet venni. Jesus! Jesus! 8 madár a Geminivel! Na jó, ezt ki kell próbálni. Tehát ez a madaras karakter a Geminivel, ez beteg lesz. Akkor köszi szépen az infót így közben. Ezekre kíváncsi lettem volna, de majd akkor megnézzük játékba tényleg, hogy ezek így hogy szuperálnak. Szóval, skacok, így lehet megszerezni Cosmót, és ezt tudja ez a karakter. Fegyverek, ugye a Candy Boxról már beszéltem az első titkos karakter alatt, viszont van egy másik, a Flock Destroyer. Ez egy fél új fegyver, mert hogy amúgy nem egy új fegyver, tehát azt, ezt nem tudjátok választani. Ez a Gatti Amari, azaz a cicáknak a Geminis változata. Tehát most már, hogyha felveszitek a cicákat, és felveszitek a Geminit, mint árkánát, akkor kaptok egy alternatív cicát, a Flock Destroyert. Ami fekete. Tehát, hogy ez nem egy új fegyver, úgymond. Csak bővült a Gemini nevezetű árkana egy fegyverrel, értitek? Okés, új árkana. Elérkeztünk egy olyan bejegyzéshez, egy olyan részhez, amivel új achievement is jött. Ugyanis, hogyha megszerzitek a 13. árkanát, a Wicked Season-t, akkor ezért achievement jár. Ehhez azt kell csinálni, hogyan kell állokkolni az árkeneket. Úgy kell állokkolni, hogy fogtok egy karaktert, elviszitek level 99-re, és megkapjátok. Gyakorlatilag ennyi. Ehhez most Christine kell. Christine level 99-et, hogyha eléred vele, akkor megkapod az új árkenát. Ez az árkena azt csinálja, hogy bizonyos időközönként egy ideig megduplázza a growth, a luck, a greed és a curse statodat. Tehát, hogy több XP-t kapsz, nagyobb lesz a rákod. Több pénzt is kapsz, és sokkal többen nem jön, sokkal erősebbek lesznek, sokkal gyorsabbak jönnek, tudjátok, ami a curse-zel és ezekkel a statokkal jár. Illetve a karakter két szintenként, minden második szintnél 1%-ot kap erre ezekre a statokra. Azt nem tudom egyébként, hogy ez a második, tehát ez a két szintenként a karakter plusz statot kap, ez úgy működik, hogy amint felveszük az árkánát, vagy hogyha felveszük, akkor visszamenőleg is megadja a százalékot, ezt nem tudom, de hogy ilyen ez az új árkána, és így kell megszerezni. Aztán, szereted az új patch-eket, Zsófia? Én is. Általában két hetente jönnek. Legalábbis ez a tendencia. Vehető észre az elmúlt pár hónap alapján. Új relik is jött. A Forbidden Scrolls of Morbain. Ez egy olyan cucc, amit, mint láthatjátok, a Bonzone pályán lehet megszerezni. És a Bonzone pályán is úgy, hogy van egy ilyen Bonorb nevezetű ellenség, aki egyre nagyobb és nagyobb lesz, minél több idő telik el ezen a Bonzone pályán. Tehát őt kell megölni ahhoz, hogy állokkoljátok ezt az új reliket, a Forbidden Scrolls of Morbaint.
És arra figyeljetek, hogyha nagyon sok időt elidőztök ezen a bonzon pályán, és nem ölitek meg, akkor ő egyre erősebb lesz, tehát minél később ölitek meg, annál nagyobb szívás lesz őt megölni, még érdemes azt tudni, hogy ő akkor is leszpónol, hogyha már megszereztétek ezt a reliket, szóval bármikor mentek a bonzóra, vele most már találkozni fogtok, legalábbis ameddig nem patcherik ezt, nem tudom, hogy erre amúgy mennyi szükség van, tehát, hogy most így lehet, hogy ez a bonzó pálya ilyen lesz ezentúl, nem tudom, de hogy őt akkor ezek szerint mindig majd meg kell ölni, hogyha egy sikeres bonzon ránt akartok nyomni. Őt egyébként a térképen kérdőjel fogja jelölni, tehát nem fogjátok, tehát hogy nem lesz nehéz megtalálni, mert a kérdőjel jelöli őt a térképen, hát nyilván ehhez állokkolni kell a térképet, azt hiszem. A harmadik pályán, a Milky Way-t, azt hiszem. Igen, szóval Bonorbot megölitek, és akkor megszerzitek ezt a reliket, ami állokkolja a main menübe a secret opciót. A secret opció azért jó, hogyha állokkolódik a menübe, mert innentől fogva láthatjátok a titkos dolgokat. Láthatjátok azokat a dolgokat a játékban, ami titkos. És nem úgy, hogy leírják, hogy pontosan mi a megoldás, hanem ilyen kis hinteket kaptok, hogy hogyan lehet például a marabbiót megszerezni, láthatjátok. Itt van például az új cucc, hogy ki kell mesterelni mind a 16 felszerelést a mongolón. Vagy mi az kiegészítőt a mongolón. Ez ugye a Big Trouser karakter. És itt van, with a pure heart and two good friends, visit the fiery balcony in Capella Magna. Ez meg a második titkos karakter, ami jött ezzel a patch-el. Szóval így látszódnak ezek a titkos dolgok, és ezzel a relikkel állókolódott egy olyan cucc is, hogy most már lehet kasztolni spelleket a menübe, a spell kasztolás a menübe, ahhoz kell, hogy ugye vannak ilyen cheat kódok, amikkel állokkolni lehet karaktereket, mint például azt hiszem a Toasty olyan, és ide lehet beírni, meg relikeket. Vannak ilyen cheat kódok, összegyűjtve az interneten valahol, vagy videóba, vagy Reddit bejegyzésbe, vagy Wikin, vagy bárhol, és hogyha azokat a kódokat beírjátok, akkor felold nektek árkánákat és karaktereket. Meg egy kis pénzt is. Tehát, hogy ennyi. Hogyha erre szükségetek van. És nagyjából elérkeztünk a lényegi változtatások végéhez. Itt már csak pár ilyen balanszolás van. Az egyik ilyen, hogy ha van egy olyan karakteretek, nekem nincsen, amivel több mint 5000 tojásotok van, akkor a mongoló pályán, nem? Igen, de a mongoló pályán a Mad Groove árkánával, hogyha jól értem, igen, ami ugye behúz mindent, azt hiszem az a Mad Groove, akkor azzal lehet így tojásokat törölni. Tehát lehet törölni a tojásaitokat. Hogyha tehát bevisztek egy olyan karaktert, amivel több mint 5000 tojásotok van, akkor le lehet nullázni, hogyha akarjátok. Biztos erre szükség van. Valaki lehet, hogy összeszedett 10-akárhány ezer tojást, és azt mondja, hogy neki ez már sok. Persze, tojásokat le lehet rezetelni úgy is, hogy belenyúltak a safe file-ba, és átírjátok a számot, aztán beírjátok a különleges hash-t a fájnak a végére, és akkor csaltok magatoknak annyi tojást, amennyit akartok, vagy éppen lerezetelitek. Ugye ez a módja a Missing and No megszerzésének is. Hát
érdemes, hogyha tudtok erről is, ha már szeretitek a játékot. Igen, itt írnak arról, hogy a Gemini megkapta a Gatti Amarinak az ellenpárját is, a Vicious Hunger, és úgy néz ki, hogy a Geminit, hogyha használjuk, az hat a lángszóróra is. Ez érdekes. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működik, de látjátok, hogy a Gemini az így is működik. Most már ezek szerint. Változtattak ezeken azokon az arcanákon, amik hát így 10 másodpercenként változnak. Ezt talán úgy tudom nektek jól elmondani, hogy van ez a Boogaloo of Illusion, ami változtatja az areáját a fegyvereknek. Nagyon picire, nagyon nagyra. Nagyon pici, nagyon nagy. És ezen annyit változtattak, hogy most már nem lesz irdatlan nagy, vagy irdatlan gyors, vagy irdatlan sokáig tartó fegyveretek, hanem változik egy picit, meg tehát, hogy kisebb lesz, nem is lassabb lesz, meg gyorsabb lesz, de ami nagyon fontos ezekkel az árkánákkal kapcsolatban, kaptak egy olyat, hogy ha felveszitek ezt az árkánát, akkor minden egyes szinttel kaptok egy adott százalékot az adott árkánál statjához. Duration, projectile speed, area, ami szerintem egyébként ezeknek az árkánáknak kellett. Ugye ez az 5-ös Arcana, a Chaos in the Dark, a 17-es a Lost and Found Painting, és a 18-as a Boogaloo of Illusion. Kaptunk még egy új music tracket a Bonzonra, bővítették a bestiáriumot, illetve hogyha nagyon kis kuldánra vitted a madarakat, akkor már nem lőttek többé. Ennyi. Kiveséztük, most már játszhatunk. Ennyi volt egyébként. Na nézzük, hogy miket írtatok közben. Üdv mindenkinek, skacok, sziasztok. Ezt a játékot játszottam ki a legtöbbször, és most állatok neki megint. Hát látod, Happy Milf menü. Látod. Az area növelő arcanát próbáltam, 21. percnél vettem fel, de nem kaptam visszamenőleg 100 szintre 100 areát, szóval szerintem erre nem a válasz, de nem tenném fel rá a lelkem. Aha, értem. Tehát Zoltán szerint, ha felveszel egy arcanát, az visszamenőleg nem ad statokat, csak onnantól fogva, ahonnan fogva felveszed. Aha. A Red Dead-et elüti és megöli, szóval 30 perc után is lehet ölni. Ez most micsoda, Zoltán? Hogy mi üti el a Red Dead-et? Igen, Zsófia közben írja, hogy hiányzott neki ez a titkokat mutató cucca menübe, mert hogy végre nem az internet mélyéről kell kiszedni ezeket a secret dolgokat. Hát igen. Igen. Amúgy igen, szemez, nyugodtan belinkelheted a cheat kódokat, hogyha szeretnéd. Ja, hogy a csont tornádó megöli a Red Dead-et. Ó, ez köszi szépen, ezt nem tudtam, Zoltán. Köszi szépen, szóval, hogy ez a nagy csont golyó megölheti a Red Dead-et a 30. perc után. Wow. De rég hallottam már ezt, srácok. Ügy. Na, hát akkor mit menjünk? Meg kéne szerezni az új achievementet. Kéne egy level 99-es Christine rán. Nagy mázlink van, srácok. Level 99-es Christine rán az összehozható. Mert hogy nulla a gold energia van, és hozunk hozzá madarakat, mit szóltok? Ja.
Ezt fogjuk csinálni. Level 99 Krisztinnel elmegyünk a Capella Magnára. És beállítjuk neki, hogy az összes max fegyvert nála lehessen. Jó. Jó. Ezt tetszik. Ezt tetszik. Meg tudunk-e még valamit csinálni? Sikerül-e a level 99 egy rán alatt? Az a kérdése Samanznak. Legalábbis nem egy rán alatt, hanem a mostani rán alatt, amit így menni fogunk. Ja. Ezzel, igen. Titkos karakter és relik szerzés. Mármint Arkana, titkos karakter és Arkana szerzés. Jó. Jaj, mi történt? Igen, Capella Magna. Na, ez új zene, srácok. Jó, mehet. Mehet, srácok. Ugye, Krisztin pentagrammal kezd. Milyen árkanát hozzunk ez? Geminizzünk, mit szóltok? Nagyon jó. Ugye madarakat kell fölvennünk. Hangos egy kicsit a játék. Lejjebb húztam, ha hangos lenne. Szegény Krisztinnek a passzívja elég gagyi. Értitek? Tehát, hogy így... plusz egy szinttel kezd ez... gyengusz. Ez nagyon gyengusz. Akarunk-e Spellbindert? Végül is a madarakhoz jó. De inkább beniseljük a pummarolát. Imádod a pentagramot? Én is imádom. Főleg, hogyha megvan belőle az evolve-ja. Vagy hogyha éppen nem viszi el a chesteket. Lancettát is el lehetne hozni végül is. A pentagram evolve. Az kell. Már jó lennének a madarak. Még mindig hangos a zene, srácok? Vagy most már jó mérséklődött? Tök jó ez az új zene egyébként, nekem tetszik. Na hát a kést azt például beniseljük. Most jónak tűnik, okés. Új árkenát és titkos karaktert próbálunk megszerezni. Az a feladat. Ó, a Penta nem törölte most szerencsére az XP-t. Ennek örülünk. Az 50%-os körz az most be van nyomva. Néztem is, hogy miért ilyen agresszívak a denevérek, hát ezért. Hát jó, akkor húzzuk tovább a kék pisztolyt. Ha jön a duplikátor, azt mindenféleképpen felveszük. Early-ben nagyon sokat tud segíteni.
Hát jó, elszórjuk a beniseket, nekem mindegy. Nekem mindegy. Gonoszkodik a játék. Ilyen hülyeségeket akar nekem adni. Miután levettem a hangot, már jó? Zsír. Ezek a nagy nevérek, ezek nem nagyon akarnak halni. Pisztolyhúzás. Na, megkaptuk az első madarat, és most már kettő madarunk van. Nem szabad, hogy beszorítsanak a denevérek. A pisztoly. Hozzuk a pisztolentót. Jó, legyen a penta is. Gemini Arcan, amelyik küldivel jött. Hát most ezt így nem tudom megmondani fejben. Hirtelen, de a legutóbbi patch-ek egyikében jött. A chaten biztos vannak olyanok, akik ezt így tudják. Nekem most ez így nincs meg. 45%-kal nem törli a cuccokat. Ó, köszi szemázza linket. Na és egy penta fejlesztés. És ez most megtörölte a lootot. Sajnos. Még jó, hogy felvettük a ládát. Hát húzzuk tovább a kék pisztolyt. Nagyon szépen szinteződünk, az enemy pedig nagyon szépen hal. Ez egy jó buildnek ígérkezik. Én akarok egy lancettát vele. Ó, Ebony Wings. Most már kb. Meg is lehetne szerezni a titkos karaktert. Felhúzzuk a pentát maxosra. A korona ugye a pályán van. Tehát azt fel tudjuk venni akár egy hetedik passzívnak. Túl easy lett az előrejelzés? Tudja? Ki tudja? Ne ítélj el hamarkodottan, Szemánsz. Nincs olyan, hogy könnyű előrejelzés. Azt hiszem, itt már a ládákban van Evolve. Jaj, nagyon kapom, srácok, a sebzést. Ezek a denevérek nem akarnak meghalni. Ilyet ad, hogy hagyma. Nincs azzal gond, de ebbe a buildbe most nem akarom beletenni. Jöhetne helyett a másik pisztoly például. Ja, a denevérek nem akarnak meghalni.
Észre se vettem, hogy felvettük a fagyasztást. Ja, jöhetnek a madarak. Jó, hát eltáncolgatunk itt. Ez egy kicsit aggasztó, hogy a denevérek nem halnak. Igen, madarak. Ez egy boss volt? Wow. Na jó, hát kinyitjuk. Kinyitjuk. Madárfejlesztés, meg egy kis pénz. Nagyon jó lenne a másik pisztoly. Azt hiszitek, hogy jól állunk, de nem. Hozzuk a kandelabradort. Szemgolyók fixen ládát dobnak? Aha. Ticákok. Hát amúgy... Cicákok amúgy elég jó. Főleg így Geminivel. Jó, még húzzuk őket tovább. Azt rohadt. Nagyon kapom, srácok. Nem kaptunk könyvet, nem kaptunk duplikátort. Kegyetlen játék. Kilencedik perces boss. Hát egy jó kandelabrador upgrade. De ahogy látom, duplikátor is van a pályán, tehát akkor az se kell. Végül is. Ah, végre. Első észre, hogy megkaptuk a másik pisztolyt, srácok. A könyvnek nagyon örülnék, nagyon tudnék örülni. Az MT-kom. Az most jól jönne. Hogy állnak a madarak? Oké. Nem akarjuk őket felhúzni. Ez egy bossnak tűnik nekem. Tizedik perces boss simán lehet.
Úgyis mindjárt kapcsol a Penta. De meghalt a boss Penta nélkül is. Hát, én itt... Jó, madár, legyen a madár. Na, és egy cica fejlesztés. Még mindig nem érzem azt, hogy ez a rám most nagyon ütőképes. Hoztak egy árkánát. Na nézzük, milyen árkánát kéne használni. Hú. Disc of Gold Beginning. A kezdő fegyverünk kap egy amountot. Mármint plusz 3-at. A Penta nem csinál semmit a beginning-el szerintem. Három revive. Ja, ez jöhet. Jöhet a három revive. El kéne menni éjszakra. Az helyzet, fel kell, hogy vegyem a duplikátort, szerintem. Ja. Mennyire van messze? Hát elég messze van. Már ha le tudunk menni. Vagy inkább menjünk fölfele? Ja, lehet inkább fölfele kéne. Bár lehet akkor már a koronát is fel kéne venni. Elmentünk az areára. Na még egy madár. Arra kell, tehát hogy a fekete madarunk, ő már maxos. Elvileg itt lesz valahol. Még egy kicsit följebb? Jézus. Ott van. Megvan, srácok. Megszereztük a kis madarat. Azt mondja, hogy nulla tojásos karakter, Capella Magna, mindkét madár megvan, lángszóró, fölvesszük, ajtó kinyílik, oda megyünk a madárhoz. Ebbileg most, hogyha végignyomjuk ezt a ránt, akkor meg lesz. Mert hogy fölvettük a kis madarat. Van, zsír.
kapják nagyon. A 40. szintnél járunk, és a 14. percnél, srácok. Jó, megvan mind a kettő madár maxon. Már csak egy boss kéne megölni, egy ládát kéne szereznünk. Kettő piros gemet is látok egyébként. Nem tudom, hogy hol az XP. Konix, köszi szépen a támogatásodat! Köszi szépen a fél évet! You have returned. Gratula az új badge-ethez. Srácok, így van, ahogy mondja Konix is, peregjenek a szvegek. Köszi szépen a támogatást! Tiragisút nem akarjuk felvenni, jó lenne, de nem akarjuk, mert hogy itt van alattunk. Ez elég neccesnek tűnik? Szevasz, piszok! Necces, de majd ha meglesznek az evolvok, jobb lesz, majd látjátok, hogy milyen jó lesz. Majd látjátok. Jó lesz a srácok. Empty tomb, na az például kell. Empty tomb, muszáj. Cica. Cica. Empty tomb. Empty tomb, nagyon jó. Na most, most valami elkezdődött, srácok. Most majd meglátjátok, hogy jó lesz. Itt egy boss. Ő hozott nekünk evolvot. X-en. Madarak átalakultak. Madárhúzás. Puskahúzás. Puskahúzás. Madárhúzás. Most ez már most káosz egyébként. Hagyma evolvon gondolkozom, mert mindjárt meghalok. Az helyzet, most meg fogunk halni egyszer. Ja. Hát, hogy meghaltunk. Igen, meghaltunk sajnos. Nem mondom őszintén, nem tudom, hogy hova tűnik a HP-m, de ezért elhozunk egy hagymát. Macskák elvihetik a HP-mat, ugyanis két macska van, és a két macska az jobban sebez, mint az egy. Larobba? Úgy néz ki, hogy a két macskára fel kell készülni. Hílelős tucokkal. Igen, a macska az visszasebez rám. És most jön majd a második halál is, sajnos. Mert most meg még az eneminek is neki mentem, vagy az enemi nekem jött. Ezek az enemik nagyon gyorsan jönnek.
Okay. Nagyon kéne a shield. Meg fogunk halni még egyszer. Ez biztos. Madár. Kéne a hagyma nagyon, srácok. Felvegyük a revive-ot. Az helyzet, fel kell venni. Bár ez meg lehet pont el fogja vinni a tiramisút. Ott van, ott van. Elég nagy a lák, akkor nem sebez vissza a cica. Aha. Az helyzet, meghalunk még egyszer, sajnos így. Össze kéne hozni a pentai volvot. Össze kéne hozni a pentai volvot. A két cica túl sokat sebez rám. Lehet, van egy láda. Lenne hely még egyébként a hagymának. A cicánk egyébként elviszik a healünket is, tehát hogy ha rajtuk múlik, akkor meghalunk. Nem hagytunk ott ládát. Na nézzük. Megvan a penta. A penta segít a szintezésben. Igen, XP. Hagyma kéne nekünk nagyon. Ah, ott van. És mi kell a hagymához? A pummarolát meg beniseltük. Akkor ostor kellett volna. Shit. Shit. Hát. Ez így lehet, hogy rippentyű, srácok. Nem baj, igazából csak a 99-es szintet kell elérni. Mennyi revive-unk van? Plusz 2. Még a tiramisút tudjuk fejleszteni. Kezdünk menni jobbra, srácok, nem állhatunk egy helybe a macskák miatt. Arma nem tudja csökkenteni a macskák sebzését? Ez egy jó kérdés. Megyünk jobbra, srácok, fejleszteni a lancettát. Hogy jobban tudjunk mozogni. Mizu is tag. Ezekben a hajnali órákban.
tessék, srácok, fel van húzva a hagyma. Csak nem tudjuk kivalvolni. Még 11 szintet kell lépnünk. Meg lehet szerintetek? Itt hon maradtál? Ó, de rendes, tőled is tudom. Csak miattam otthon maradtál. Gyúj, ott beleálltam egy csomó enemy közé. És az a csomó enemy nem szeretett. Random always. Hogyha nem esik szét a kép. Nem tudom, srácok. A Limit Breaker miatt még healálni se tudjuk magunkat. Srácok, meglett egyébként. Meglett egyébként a level 100. Úgyhogy boldogság van. A cél megvan. Amit kitűztünk célt, az így megvan. Nem látom a bosszokat. Van egy olyan gond, srácok. Ott van, látom. Stabil a kép? Na, örülök. Ja, a macskák iszonyatos mód sebeznek ránk. Pedig ez akár egy órán is lehetett volna, srácok. Zolcsi, köszi szépen a százas sírt. Sziasztok! Szép napot és jó játékot! Gratulálok a level 100-hoz. Jeljoló, 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 jeljoló. Jeljoló, 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 jeljoló. Srácok, meglett az Arcana, illetve elvileg meg kell, hogy legyen az új karakter is. Ott van, Cosmo, Cosmo, srácok, megvan Cosmo, állokkoltuk. Mi az Isten haragja ez? Attól függ, hogy mire gondolsz, de motivátor. Köszi szépen Zolcsi a százast, én meg még itt megpergetem Onyxnak, mert az kimaradt. Köszi, köszi. Jaj. Azt nem tudtam, hogy a Pista Evolve-val megmarad a Gemini másolat. Ezek megmaradnak. Ezek megmaradnak, a Geminis cuccok. Jó, tehát megszereztük az új Arcanához tartozó acsit. A másik achievement a Forbidden Scroll. A Bone Zone-ba. Azt kéne még megcsinálni. De rá lehetne menni a másik titkos karakterre. De én azt mondom nektek, hogy nézzük meg ezt a Cosmo-t, mit szóltok. Cosmo Geminivel és extra hílekkel. Legalábbis hagymával. Vagy shield-el? Nem tudom. Ja. Cosmo. Ja, és most legyen hipermódba ez a zene. Bone Zone, új karakterrel, szuper. Gemini, tökéletes. Na,
A kérdőjel, a Bónorb, ő az, akit meg kell ölni, ő az, aki most már mindig itt lesz a Bonzonon, hiába ölitek meg egyszer, hogy megszerezzétek belőle a scrollt, mi most a scrollra fogunk rámenni. És akkor feloldjuk a titkokat a menüben. Egyre félelmetesebb ez a játék? Visszahúzom a hangját. Tessék! Ja, annyi, hogy kikapcsoljuk a curse-t. Tehát, hogy ne szívassuk meg magunkat feleslegesen. Mondjuk ez így elég lám, hogy a fele dolog nincs is acsihoz kötve. Mármint, hogy mire gondolsz, Isten? Voltos secret karakter? Meg lehet, arra még nem mentünk rá. Az lesz majd a kövi. Na most annyit csináltunk, hogy kikapcsoltuk az 50%-os curse-t. Fél napodba került? Wow. Na, a bracelet-et is ki lehet vele szedni. Például most is kettő új acsi van, utoljára se volt az acsiba benne, hogy megszerezheted a karit. Ja. Ja, ez nincs acsihoz kötve. Úgymond. Hát elsőnek én azt mondom, látjátok, itt az új karakter, de nincs nála fegyver. De négy madara már van. És nem Uchiha. Szia, Monga Mizu is. Nem kell kés sem. Miért erőlteti a bracelet-et? Amúgy lehet, hogy már most rá kéne menni a kérdőjelre. Vagy legyünk keményebbek? Nem tudom. Nyert a kandelabradon. Kéne a kuldános könyv. Ja, hát én rámegyek a kérdőjelre, srácok. Lazulgatás. Jalalú tenesten? Na, tök jó, maga, tök jó. Jó, lefele kell menni. Ó, miért rám csaptak? Mondjuk lehet, hogy ennek a karakternek nem kell heal, mert hogy van recovery-e. Mit mondtok? Szerintetek vegyünk föl healerő fegyvert, passzívot? Például egy hagymát, vagy nézzük meg, hogy a madár mennyire healeri ki magát a macskáktól. Ez a játékból jön. Ott van. Ez a hang. Ez valószínűleg a Bonorbnak a hangja.
Hagyma és cica? Jó. De ez a karakter passzívba recovery-t kap. Mondjuk meg kéne ölni az enemit először. Nem tudok XP-t gyűjteni. Mert hogy a madarak nem ölnek meg senkit. A 30. 40. szintén nem hiszem, hogy nem hiszitek, hogy gond lenne a illen? Oké. Okay. Kapja. De nem eléggé. Ez a gond a madarakkal, hogy nem lehet olyan jól ölni a népet. Na! Puska. Hasonló lesz ez a rán az előzőhöz. Mennyi HP van? 27. Lehet, hogy pentázunk is. Lehet, hogy pentázunk is, srácok. Penta megöli a bónorbat, srácok. Durva, 5. percre járunk, azt itt szenvedünk, hogy legyen egyáltalán sebzésünk. Nem sok a HP-ja? Aha. Köszi. Majdnem haltunk. Hát ezt felvesszük. Tessék. Nem baj, megcsináljuk, srácok. Még hogyha most kicsit nyögvennyelős is az eleje. Ott volt a pumarona. Duplikátor az kell. Kell, az kell. Oh, nagyon jó. Nagyon jó. 2 iszonyatosan jó. Cucc jött most.
Fullos duplikátor. Ez van. Ez van, srácok. Ugye kevés a HP-ja a karakternek. Kéne még egy fegyver, csak hogy nem jön olyan, ami nekem kellene. Lighting ring? Hát, nem tudom, nem. Nem, még mindig nem jött olyan, ami engem így elizgatna. Ezek a csontkutyosok már nem nagyon halnak. Na, a tiramisúnak örülünk. Jó, még egy tiramisú. Az a helyzet, mindent kimaxoltunk, ami nálunk van. Hát a Stone Maskot azt biztos nem akarjuk. Ezt a ládát meg egy Evolve-hoz tartogatjuk. Nagyon kéne egy másik fegyver, srácok. Továbbra is. Hát most már ennyi szadja ezt a bracelet-et, elbeniseljük. A bone orb meg közben folyamatosan erősödik. Na hát cicát választhatunk meg, madarakat. Madarak. Lányt, hogy cicák. Aztán majd madarak. Úgy látom, hogy ki tudjuk healálni a madarakat. Ha szinteződünk, akkor meg még jobb lesz majd a helyzet. A szívás itt az lesz, hogy nem látjuk, hogy hol az enemy. Adhatnám ugye a másik pisztolyt is. Akkor azt hoznám. De nem adja. Ott két boss is itt van. Megjött a zöld halál. Erre a fentát fel kéne venni, igaz? Laurel. Jó, legyen Laurel. Nem tudom, hogy fogunk tudni így menekülni. Úgyhogy menekülni kell a zöld halál elől, ez szívás. Erre úgy nem készültem fel, srácok. P-ben nagyon sok a pixeltom, azt elhiszem, hogy ez a játék egy kicsit fura. Hát most örülnék egy jó pentának.
Santa, hol vagy? Még él? Meghalt szerintetek? Nem látom. Meghaladott a zöld halál? Simán lehet egyébként. Na, Arcana. 3 reroll. Skip banish. Aha, hát ezt nem. A Silent Old Sanctuary-t, ezt nem. Fagyott ellenemig felrobbannak. Ezt amúgy lehet be kéne játszani. Rollolunk inkább. 11. percén diszpónol? Ó, köszi szépen Dark Wolf. Köszi az infót. Projectile speed. Hát az a helyzet, nem kell ehhez a buildhez. Bounce-oló lövedékek az amúgy adná, de csak egy ideig. Fagyasztás. Nem. Bounce-olás, healerés dupla annyi. Cooldown reduction. Helyzet ezek közül nem. Duration. Area. Na tessék, az area, az kell ide. Szintenként 1% area. Laurát felhúzzuk. Nagyon örülnék, hogyha ki tudnám maxolni a pisztolyokat. Meg jó lenne egy penta. Behúzza az XP-t. Szia Lajos, szevasztok srácok! Ja, akkor legyen a másik madár. Tiramisu megvan, oké. Torona. Tudjuk a toronát benisálni? Nem. Akkor megérte felvenni. Van-e benisünk? Nincs. Igen, az szívás lesz így. Hát a másik pisztolyt kéne megkapni. Szint lassan. Azt remélem látjátok srácok, hogy már 8 madarunk van. Ott lenne a penta. Hogy lehet el kell hozni a fentes srácok. Olyan hülyén dobálja a srácok az itemeket. Tökre látod? Na az a jó Phoenix, hogyha látod. Egy boss közben rám jött. Nem is értettem, hogy miért fogy a HP-m. Mi az időt se látod? 13. percnél járunk. Veszem fel a piros gemeket.
Egyet se látsz, pedig vannak. Az ellenség kapja, srácok, az ellenség kapja. Na, végre. Megkaptuk a másik pisztolyt. Ez már nagyon kellett. Van két ládánk is. Sok cicánk van, sok madarunk, és sok pisztolyunk. Ha valaki nem látná, hogy mi történik, annak kommentálnám. Nyolc madarunk van, hogyha minden igaz. Ha jól értettelek titeket. Lassan 60-as szintűek vagyunk. Madárka. Szinteződik a madárka. Közben meghalt egy boss. Észre se vettem. Ebből látni is lehet valami? Nem. Én is alig látom, hogy mennyi HP-m van. Tehát, hogyha ti nem látjátok, az nem baj, mert én sem. Na, legalább most már egy Evolve-ot ki tudunk szedni. És akkor jöhet a Penta. Wow, kis Miku, köszi szépen a 61 hónapot. Srácok, ergessétek. Ergessétek kis Mikunak a szvegeket. Jújúj, nagyon rám sebeztek. Jelentem, a zöldek nagyon rám sebeztek. Az egyik gyűrű itt van, azt fel kéne venni. Jelentem, durván damolnak. Az ellenség durván damol. Nem tudom, mi lesz majd azzal a bónorbal, hogy hogyan öljük meg. Lehet sehogy. Lehet, hogy most sehogy nem fogjuk megölni. De legyen megyünk egy óránt. Igaz? Vandálozó. Puskázó. Köszi szépen a pergetés, srácok, kis Mikunak. Köszi, köszi. Veszük az XP-t, amennyire csak lehet.
korona kell a pentához. Ja. Ja, ja, ja. Az kell. És húzzuk, hogy több XP-t kapjunk. Bárcsak látnám az enemiket. Azt látom, hogy rám sebeznek. Jój, 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 majdnem haltunk. Jó. Oh, very big. Legendás. Legendás a loot. Ezt ugye nem lehet skippelni, ezt az animációt. Na végre. Most már jöhet a penta. Jó. Azt mondja vandálozó. Penta! Ez az. Vandálozó. Penta. Elvitte a ládákat? Nem. Mázni. Lancettát is el kéne hozni. Ott van. Penta. Ne tüntess el az itemeket. Remélem, hogy sikerül ezt a ránt végignyomni. Nagyon király lenne. Penta. Penta. Ne tüntess el a cuccokat. 45% meg 129%-os a lákunk asztalon. El is felejtettem, hogy ez a lákhoz is ad hozzá. Mert így a cicák nem is sebeznek a lák miatt, ugye? Azt mondtátok. Penta. Penta. Penta Evolve. Felvesszük a ládákat és rámegyünk a plusz itemekre. Az a gond a torónak kimaxolódik. Hát akkor inkább a gyűrűre kell rámenni. Srácok, a kék halál is eltűnik egy idő után? Mondjuk a penta el fogja vinni, igaz? Egy perc. Aha, eltűnt. Vandálozó. Hoztak egy árkánát. A robbanósat szeretném. Explosion. Hát amúgy nézzük meg. Elvileg már látni fogjuk, mennyit sebeznek az árkánák. Most látom, hogy hol van. Most már nem látom. Most az a gond, hogy ott van. Ott van, még mindig balra.
Jó, menjünk fölfele, próbáljuk majd megölni a kérdőjelet. Igen, ez Curse. Az a macska miért van a buildben? A Gemini miatt. Ugye most jött egy olyan patch, hogy a macska megkapja a párját. Tehát ezért van benne. Mert két macskánk van. Legalábbis kétszer több macskánk van. Jó, fele megyünk? Elvileg jó fele megyünk. Ilyen gyors lenne az enemy, nem érem utol. Az a helyzet, hogy most mindenféleképpen a Curse húzódik. Elvileg itt van. De nem látom még mindig. Alul van. Elvileg most pont rajta vagyok. Nem látom. Az hogy lehet, hogy nem látom, srácok? Igen, hasonlóan duplikálódik, mint a madár. Ebben rajta állok. Hát elvileg óriási ez a bónor. Ezt nem értem, srácok. De most konkrétan... Hát, hogy... Nem tudjuk utalérni. Az hogy? De az a helyzet, hogy konkrétan a Curse miatt szerintem olyan gyors lett, hogy nem fogjuk tudni utalérni. Konkrétan elhúz. Hát vagy gyorsabb karakter kell, vagy ugye nem kéne felhúzni a Curse-t. Nem tudom utalérni. Majd visszafordul a képernyő van, akkor már nem tűnik el. Aha. Jó, hát... Persze, amíg tudunk, föl kéne menni a másik gyűrűért. Mert nem fogja sokáig bírni a karakter. Hát így meg pláne nem, hogy megvan a Curse. Halállal próbáljam meg, ha már feloldottam? Halállal játszani olyan uncsi. Az a helyzet, most már csak halni fogunk, mert nincs sok HP-ja a karakternek. Hát, ez riprán sajnos. Max Curse-zel kaptad el?
Srip. Ez így rip sajnos. Jó. Tehát... Ott vannak a madarak sebzései, aha. A robbanást kéne megnézni. Van egy erkelenk. Az erkenet nem látom. Az Amazon Prime az egy szolgáltatás, amiben benne van a movie meg a gaming is, vagy két külön szolgáltatás? Hát az Amazon Prime-ban benne van, igen, igen. De, gerépa, a Prime Video egy kisebb csomagja az Amazon Prime-nak, hogyha nem akarod használni az Amazon rendelési részét, akkor a Prime Video is elég neked, hogyha te a filmekhez, meg a gaminghez akarsz csak nyúlni. Aha, szóval a Torona nem volt jó ötlet, az meg, hogy a Curse felvettük, szintén nem volt jó ötlet. Ezt újra kell próbálni. Megnéztük az új karaktert, nem rossz egyébként. Nem rossz az új karakter. Mehet a pugnala. Legyen ez az iszonyatosan lassú. Geminivel kezdünk itt is. Feltápoljuk magunkat. Itt már rögtön kivesszük a Lancettát, meg a Laurát is. Wow! Oké, akkor most madarak meg Penta. Szia, Sina! Szevasztok, srácok! Nagyon király ez az új zene. Az új karakterem majd megpróbálok egy szarabandos sorant, kíváncsi vagyok. Folyamatos recovery-ből származó ahol a damage-re. Nem tudom, én itt nem láttam a robbanásnak a sebzését, nem tudom, hogy ti láttátok-e, de én nem láttam. Nem láttam az Arcanának a sebzését. Kapja a Laurán. Van de Labrador kell nekünk. Kell majd még a könyv is. Gyorsan. De ebbe a rámba lehet, hogy kellett volna a körz. De lehet, hogy csak nagy a szám most. Ugnalának azért 100-zal több a HP-ja. Mint a kis madárnak.
Jó, puskánkat húzzuk először. Azok többet segítenek, mint a madara. Nagyon jó. Megvan a maxos duplikátor. Húzok tovább a piros fegyvert. Azért lövünk most ennyit, mert a Gemini az ugye bent van a kezdő árkánánk. Későbbiekben lehet nem érni meg a körz. Ugye a későbbiekre megpróbálom ugye fölvenni a Laurelnek meg a Clocklancitnek az evolvját. Ha bírni fogom persze, az a terv. És akkor igazából mindegy, hogy mekkora a körz, mert easy win lesz. De lehet, hogy csak mondom, nagy a szám, meg nem jól gondolom. A Clocklancit evolve-val meg a Laurel evolve-val nagyokat lehet menni. A Bibliát benn is elünk. Azt ebben a rámban nem akarjuk választani. Piros pisztoly már megvan. Ezekben a piros csontikban az a szívás, hogy ők újraélednek. A szint teljesen jó. Igen, puska kell. A Lancitet húzzuk, srácok. És a robbantós Lancites árkánát fogom választani. Na, lassan meglesznek a puskák, már csak tiramisuk ellene. Ez is amúgy nagyon jó. Megvan mindkét madár. Ennél egy jó tiramisút? Most, hogy mondod, én is. Először húzzuk a shieldet. Madaraknak csak örülök, hogy megvannak. Torona. Vad pick, ez egy vad pick, srácok. Tiramisu inkább kellene.
Menjünk fel! Bár először meg kell csinálni a pisztolyok fejlesztését. Ha már itt vannak a ládák. Korona kell. A pentához. Nagyon jó. Hozunk hagymát is, mit szóltak? És a tiramisúnak kell lenni az utolsónak. Az meg még nincsen. Az elég nagy szívás. Mennyi idő alatt érkezik be egy nyeremény, amit feladsz? Az a helyzet, hogy ezt nem én adtam föl, mert történtek változások a korzeres kapcsolatnál, és én már leadtam az adataidat. De még nem tudom, hogy mi van a csomaggal. Az eddigi csomagokat ugye én személyesen adtam föl, ezek ez a három nyeremény meg nincs nálam, úgyhogy sajnos ezeknek az eljutatásáról úgy gondoskodom, hogy rákérdezek. De a címed már le van adva, madari. Na már két ládánk is van. Laurel. Adhat ne a tiramisu. Valakinek nem személyesen adod oda? Hát úgy, hogy izé, tehát hogy van akinek, volt akinek elvittem, például nálad is, van akinek feladtam, és van akinek meg a korzeresek adják fel. Különlegesnek érzed magam? Na. Még mindig nem kapunk tiramisút, srácok. Könyv. Könyv, tiramisú. Uha. Hát igen. A torona helyett lehetett volna a könyv. Nem tudunk semmit se evolvolni. Hát ez komoly. Csak a tiramisumat akarom! A srácok nem akarja adni a tiramisumot. Hát húzzuk a madarakat. Akarja adni a tiramisút. Akkor benn is elünk.
az kéne, hogy így el tudjunk indulni erről a helyről. És tartogatni kell egy Benist a toronára. Mindjárt eltűnik a zöld halál. El is ment. Megjött közben a koponya, aki hozza a 11 perces árkanát. Jelentse lenni, hogy ennek a játéknak van nagyobb bevétele, vagy a 20-30 eurósoknak? Hát amit ugye többen megvesznek. Hogy is mondjam, nagy szerencsének kell lenni, hogy egy 2-3 eurós játékot nagyon-nagyon sokan megvegyenek. Ennek a Vampire Survivors-nek szerencséje van. Nem akarja adni a fagyasztást. Elrololjunk még egyet. 23 amount, jó legyen az. Na, megjött a tiramisu. El se hiszem amúgy. Megyünk felfele, srácok. Hát ugye nem maradt fönt teljesen, srácok, a diszkó. Mert hogy nincsen akkora cooldown reductionünk. Ahhoz kellene a könyv. Elmegyünk a felső gyűrűhöz. Hát, lehet, hogy sokan megvették már a Vampire Survivors, de... Már nem trendy. Szerintem már nem trendy a Vampire Survivors. Szevasz, farkaskölyök. Mi újság? Hogy vagy? Jobban vagy már? Azért lő egyébként a diszkó mellett a karakterünk, mert ugye fel van véve a Gemini. Elmegyünk jobbra. Kéne a Penta. Hogy jobban fejlődjünk. Te sokszor unod ezt a játéket? Mármint játszani, vagy nézni, Sina? Vagy mindkettő. Az R6 most nagyon jó. Na, hogyhogy, Rizsi. Már lehet, lehet nevezni a mobil verziójára? Raktál egy videót? Na, majd csekkolom. Nézni, játszani nem tudok vele. Mióta megvan a játék, nem volt 30 perces ránod? Ó. Akkor lehet, hogy ezért nem szereted, Csina. De sokat kell menni, azt a rohadt. Te azt hallottad, Istok? Lehozták a hírportálok?
hát most lesz egy 5 perces futkározás, srácok. Mert hogy fel akarjuk fejleszteni a Lancet-et is. Fel akarjuk fejleszteni a Laurelt is. Madárka. Meg akarunk Pentát is. Jaj! Srácok, ott hagytunk. Azt a ládát nem hagyhatjuk ott. Még nem! Sokat kell érte menni? Nem. Jó. Azt a... Hát figyelj! Én se vagyok az a nagy egy játékra rákattanós arc, egyébként csinál. De ha jön újdonsága Vampire Survivors-ba, akkor azt mindenféleképpen megnézem. Nagyon, nagyon király ez a játék, és hát most ránéztem reggel, hogy mennyi órán van a játékban, 72. Az a helyzet, amikor felveszik a madarakat, akkor lejjebb kell vennem a játék hangerejét. Iszonyatosan idegesítőek a madarak hangban. Csak... Ja! Még csak 72 órán van bennem. De én egy 40-re tippeltem volna, vagy 30-ra. Az helyzet, nem nagyon fejlődünk már egy ideje. Mert ugye nem gyűjtjük az XP-t. Kicsit ránk vágott egyet a Guardian. Itt a két Guardian. Lehet amúgy, hogy Pentaivolval kellett volna elkezdeni szaladgálni. Szerintem most meg kéne állni egy kicsit és körözgetni. Hogy XP-zzünk. Korona. Hoznak nekünk ládát, amiben a madarakat fel tudjuk majd fejleszteni. Meg akár még a Pentát is, hogyha úgy alakul. Na, madár megvan. Golden Ring megvan, oké. Silver Ringet kell húzni. És ki kell vennünk innen, srácok, mindenféleképpen a Pentát. Hát, mehet egyben is. Ha meglátjuk. De nem látjuk. Egyetben is erünk. Többet már nem fogunk. Nem adja a Pentát. Pedig nagyon nézem. Hát ez skip. Na, nem adta egyáltalán a Pentát.
Jó, játszunk merészet. Felvettem a hagymát. Megcsináljuk a madári volvot, és akkor még mindig adhat pentát. Hagyma. Ugye a hagymát a knockback miatt vettük fel. Aki esetleg nem érteni, hogy úristen, hagyma miért? Igen. Meg jó lesz majd a híje miatt is. Penta. Még mindig nem látom a pentát. Hát ezek agyon fognak vágni. Na hát azt például el kell benissálni. Hát a tiramisu most elmegy. Igen. Meghalt, meghalt. Ah, úristen, el se hiszem, srácok. El se hiszem. Bár lehet a hagymát kellett volna a heal miatt először. De a pentának most nagyon örülünk. Halnak a bajnokok. Elipszilonos és bajnokok. Jó. Van-e revive-unk? Nincs. Ez az utolsó életünk. Az komoly. Kaptunk még egy boss-t is. Na. Most elvileg le tudunk menni. Ha így nem tudunk lemenni. Ugye le lehetne menni az Evolver, de nem tudunk, mert itt a halál. Szóval most egy percet ki kell bírnunk. Az utolsó HP-nkkal. Hát én csak izgalmassá tettem. Sebesz, hogyha alá megyünk? Nem. Jó. Az messze van? Nincs messze. Jó. Hú. Na megvan a hagyma upgrade. Mindjárt bekapcsolt. Nem látszik annyira, de van. Mindjárt 21. perc. Ujjjjj. Elvitte az árkanát, én ostoba. Lepentáztam az árkanás boszt. Hogy állnak a gyűrűk? Hogy meglegyen a Laurel Evolve-ja. Még jó, hogy nem evolvoltuk Torrentének a zsákját. Na, megvan a maxos ezüst gyűrű.
Jött az aranygyűrű. Ez ugye meg kell ölnünk egy boss-t. Fent, tehát húzom egy kicsit, hogy ne tüntesse el a cuccokat. Van egy láda a kezdőn. Azért lehet, el kéne menni. Az XP-m az most jól jön. Szevasz, Melanik, szevasztok, skacok. Elmegyünk a gyűrűre. Csak ez kb. Azonnal kell is az evolve. Ugye mi lesz itt az utolsó másodpercekben. Mindjárt olvasom, srácok, a csetet. Ugye a Crimson Shroud, a Laurel Evolve azt csinálja, hogy negálja az összes sebzést 10-re, tehát annál többet nem tudnak ránk sebezni. Több Evolve is lehet amúgy egy ládába. Hogyha nem alapláda. Szóval ez most ide jövünk. Leszünk a közelében. Megpróbáljuk felhúzni a pentát, és lehet, hogy egy ládába a kettőt evolvolunk. Egy piros gem, még egy piros gem. Megvan a penta. Jó. Na meg lesz a két evolve. Nem. És még csak evolve-ot se adok. Ja, mert ez első láda. Van, baskacok. Nincs gond. Elhagytunk egy ládát menet közben, fel se tűnt. Tehát ugye ebben még nem lehetett evolve, azért nem adott nekünk evolve-ot. Jó, nem kéne meghalni az utolsó másodpercekben. Na. Hát, ugye lehetett volna a másik is, nem baj, ez is nagyon jó. Így kell nekünk még egy láda. A 25. percnél lesz láda. Egy lehetőség volt, és az nem a madár volt. Ez elég szemét a játék. Nem engedte a madarat fejleszteni. Na most fog jönni a 25. perces boss, nem látom, hogy hol van, de jön. Azt látom, hogy csúnyán inasba raknak minket, srácok. A torónával elszúrtuk. Jó, akkor még egyszer, srácok. Még egyszer. Jó, kezdjünk a beginning-el. Most leváltjuk a Geminit. És most nem toronázunk. Nem tudom, hogy miért nem voltunk sikeresek, srácok.
Neked nem mennek ezek a típusú játékok, Zalcsi? Hogyhogy? Miben akadsz el? Az árkenek megszerzése az tényleg sokat segít. Ha eljutok egy karakterrel 99-es szintig, ahogy Istag is mondja, sokat segítenek. Egyszerűen meghalsz, aha. Látod, most én is meghaltam. Nem jutottunk el a 30. percig, nem jutottunk el még ma a halálig. Nem mozdulok mindig olyan elemben, aki leviszi a HP-t. Oh. Nyomni kell a táncolást, ne csak így. Tánci, ne találjon el az enemy. Körözgetsz. Mert a Lighting Ring. Innen a duplikátor. Biztos nem látod rendesen, hogy merre kell menni, aha. Jöhet. Na, mindjárt meg lesz a 10-es szint. Koronát megpróbálom itt már gyorsan az elején kimaxolni, hogy mi hamarabb szinteket lépjünk. Nehéz egérbénetyűzettel játszani? Én játszottam úgy. Nem éreztem sok különbséget. Mint kontrollerrel a kényelem van, ugye? Ez milliószor könnyen volt? Ó. Na, az kell a duplikátor. Lightning ringen is segít meg. Kezdő fegyvereinken is. Nem elég, ha az asszony kontrollálja az életem, nem kell még mellé egy kontroll. Istenem. Na, hát egy epic láda. Ez jó kezdés. Na, maxos a koronánk. Húzzuk tovább a pisztolyt. Toronát nem. Torona most kimarad. Ebből a rámból ő most kimarad. Na hát a piros pisztoly az már maxos. Könyv az kell. Könyv tiramisú. Ezek kellenek nagyon. Szevasz, Willy!
Jó, először felhúzom a lightning ringet. Nagyon jó. Én ott egy kumarolát láttam, azt pedig most nem akartam kivenni. Nem nincs az a gond, srácok, hogyha nem megy valami játék. Értitek, biztos vannak, akik ezeken röhögnek. Én nem nevetek, hogyha most valakinek nem megy a játék. Szóval nem gáz, hogyha mondjátok, hogy nem megy, és akkor lehet, hogy tudunk segíteni, vagy hogyha én nem is akkora csettem valaki. Na Vini, hogy bírod a meleget? Elvileg már a nagyobb meleget mondtak, mint a hét többi napjára. Hogy bírjátok, srácok, ezt a meleget? Melegebb? Melegebbet így éntek rá? Duplikáció hat-e a Song of Manera? Nem hiszem. Nem hiszem. Nagyon jó. Most már a fegyvereket lehetne evolve-olni. Durva, Billy. Ott van az Akane, az is szenvedés, pedig vonzó kis japán játék. Hát az Akane az egy nagyon kemény játék. Tehát egyszer eltalálnak, halsz. Az egy nagyon nehéz játék. De nekem is tetszik egyébként. Zolcsi. Nálatok vihar lesz, Karcsi? Ez lehetne itt is. Akkor nem kérem a mennem locsolni. Tessék, beniselünk egyet. Amit biztos nem akarunk. Egy pentát fixen akarunk, srácok. Candelabradort még nem tudom, hogy akarom-e. Madárka jöhet. Inkább beniselünk most. Inkább beniselünk most. Az nagyon jó. A könyvfejlesztés az mindig nagyon jó.
40-es szint, 9. percnél. Új. A 9. percnél bedurvult a szitu. Ebben szerintetek lesz Evolve? Nem. Nincs Evolve. Pedig lehetett volna kettő is, ugye? Nagyon jó. 10. perc előtt nincs Evolve. Van karakter, amivel minden ládában van Evolve. Van pálya, amikor nem... van pálya, ahol a 10. perc előtt is van Evolve. Én így tudom, és azért vagyok néha bizonytalan, hogy akkor most hol lehet, mit lehet? Ezeket a dolgokat már így képtelen vagyok fejbe tartani. Például az előző patch-en jött egy olyan karakter, aminek mindegy, hogy milyen ládában néz, lesz benne Evolve fixem. Jó, mondjuk egy Arcanage-ban nem, de érted, a többibe van. Na, megjött a zöld halál. Egész gyors. Na hát, benni se lettünk újra. Hát, ami nekünk kell, az most a penta. Nagyon jó. A csontiban lesz Evolve-unk, ez biztos. Hát ez fantasztikus. Ez is nagyon jó. A rerollt azt azért nem használom el. Mert az az Arcanának a rerolljához kell. Oké, abba lesz Evolve. Csak el kell csalni onnan a halált. Hát a madarakat fejlesztette, nem a legjobb. Nem baj. Ennek is örülni kell. Mindjárt eltűnik a halál. El is ment. Jó. Ez kell a penta. Hozzák nekünk közben az Arcanát. Ez a nagy koponya hozza nekünk az Arcanát. Hát... innen nem kell semmi, köszönöm szépen. Látjátok, olyan hülyeségeket kapunk. És a Ben is már elfogyott. Lancetta jöhet. Na tehát... a Ghostfire Tokyo iszonyatosan menőnek tűnik. Nekem is Zolcsi. Ja, az is elég hangulatos. Bounce-olni lehetne. Counterpart, Gemini. Hát a Gemini nem hülyeség. De nem tudom. Inkább ez. Hogy robbantunk a Lancet-tel. Ez szerintem egy jobb döntés.
Azt nézem, hogy valahonnan nagyon jön a sebzés. A pentát kéne kikapnunk, de egyszerűen nem adja a játék. Mi a fene? ...64-es szint közben. Milyen hülyeségeket kapunk, komolyan bón, értitek? Na végre! Hiszen a harmadik perc, nem le... az egy boss. Ez egy boss, akkor gyorsan meg kell ölni. Hát, nem még mindig el. Abban lehet, hogy leszivolvunk, srácok. Nyomom. Damolom. Oh. Jó. Kicsit izgultam amiatt, hogy a penta elviszi majd a ládát. Penta. Van 9. szint következik. Jó. Még penta. Szevasz, Laca. Most éppen az a terv, hogy megöljük a pályán levő kérdőjelet. Nagyon nehéz per pillanat, de rajta vagyunk. Legalábbis most nekem nagyon nehéz. Felfejleszteni mindenünket. És ha megvan minden felfejlesztve, akkor a kérdőjelet megölni. Hát eddig a problémát az jelentette, hogy felfejleszünk mindent. Az egyszerűen nem akart összejönni. Na hát ez egy skip. Az egy boss, tehát abban lesz evolvunk. Lehet, hogy elvitte a boss-t a penta. Sőt, valószínűleg biztos. Nekem az Arcanet nem működik, sose adja be. Ezt nem értem. Ez mit jelent, amit írtam? Kérdőjel, azzal az Arcanetben nem lenne egyszerű, ami level 1-en tart? A Game Killer? De lehet egyébként. Lehet. Kéne nekünk egy boss nagyon, hogy evolvokat gyűjtsünk. A 16. percnél nagyon durván jön rám az enemy.
és nagyon durván fogy a HP-m is. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Wow. Laca, köszi szépen a Jedinek ajándékozott feliratkozásodat. Srácok, peregjenek a szövegek. Hát ez szívás, srácok. Ugye most már csak új cuccokat fogunk kapni. Hát akkor... Altair, köszi szépen! Ez egy folytatás? Nekem nem jelzi az a helyzet. Vagy valami hülyeséget írt? Jedi ajándékozott Lacának. Á, és azt folytatod. Hát ilyen, hogyha félszemmel nézek a csetre. Na végre. Peregjenek Altairnak a szvegek, illetve Lacának. Zolcsi, köszi szépen, hogyha beindítottad itt a vonatot. Egy laurel kell nekünk. Meg egy boss kill. Jó, valami nagyon nem sebezett, skacok. Laurelt akarunk, igen. Durva, a Penta most eltüntette a piros XP-t is, hiába 8-as. De ez így 99%-on volt az esély arra, hogy ne tűnjön el a loot, és a Penta eltüntette. Abba az 1%-ban. A játék most nagyon nem kedveskedik velünk. Nagyon nem. Hát ha nem dob nekünk Laurát, akkor nem is tudom, hogy mit csinálok. Most kéne dobnia. Van. Miért nem rerollolunk? Azt Arcanára tartogatjuk. A reroll Arcanára tartogatva sokkal hasznosabb. Laci, ez köszi szépen a 300-as sírt. Illetve Laca, köszi szépen az 500-at. Wow! Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Most azt fogjuk csinálni, hogy csak a gyűrűre megyünk fel. Hogy meglegyen a Crimson Shroud. Nagyon kéne a Penta Evolve.
ami egyébként belőle meglát. Van erre elég sebzésünk. Ez itt a kérdés. Random always. Szia, én nem játszottam sokat ezzel a játékkal, a Laurel mire jó? A Laurel arra jó, hogy megvéd téged a sebzéstől egyfajta pajzs. Látod, most egy sárga pajzs van rajtam. És ennek vannak fokozatai, és a kék pajzs az a legalapabb pajzs. Megvéd téged egy sebzéstől. Van zöld pajzs, sárga pajzs. Na most fel kell mennünk, srácok, a gyűrűre. Muszáj. Bente most már evolve volt. Most már csak a Laurelt kéne evolve volni. A Laurel evolve-ja meg azt tudja, hogy negálja a sebzést, tehát 10-nél... 10-nél többet nem tudnak rám sebezni. Utolsó Arcana. Growth lag, greed, curse, növelés. Hát nem. Reroll skipben is robbanásokat tudunk okozni. Ha. Ez viszont jöhet a Gemini. Jó, megvan. Megvan az ezüst gyűrű. És rá kell menni az arany gyűrűre is. Nagyon gyorsnak kell lenni, srácok. Persze a menet közben nem szabad megsérülni. Az a jó, hogy ölünk, és nem kell foglalkoznunk az XP gyűjtéssel, mert azt megcsinálja nekünk a Penta. A Silver Ring közben maxos lett. A Silver Ring egy pozitív gyűrű. Az javít nekünk statokat. Az aranygyűrű meg, hát az meg szivat minket. Ricsi, köszi szépen a 100-as sírt. Lassan mehetsz a kérdőjelre. Jaja, lassan kérdőjelezni fogunk. Igen, igen. Az best, közben nagyon szépen köszönöm a támogatását, immáron a 20. hónapja, mint feliratkozott vadász. Srácok, peregjenek a szvegek Azvesznak. Mindjárt meg lesz a skacok a második gyűrű. Már nincs messze. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Na. Most meg kell ölni a gárdiánokat. Our modest fellowship expands. Praise the sun. És itt most XP gyűjtünk egy kicsit. Köszi szépen, Laci, ez a két ajándékot. Jó, egy tojás megvan. Egy Guardian meghalt. Lehet inkább el kéne indulnunk. Inkább induljunk el a két pártra. Esett egy láda.
A ládánál kell maradnunk. Nem hagyhatjuk itt a ládát. Egyre durvábban damolnak. Nagyon kell az az evolve nekünk. Jó, meghalt a Guardian. Jó. Megvan. Ez nem a Crimson Shroud? Hoppácska. Hoppácska! Rosszul emlékeztem. Ja tényleg, mert a Laurelt kell evolválni. Ez meg a Clocklancet. Ez se rossz. Megöletjük legalább ezt. Úgyis ez a feladat, nem srácok? Meghalt. Megvan, srácok. Forbidden Scrolls of Morbane. Ezért jöttünk. El se hiszem. Nem azért, hogy menőzek, de most csapatány 13 kill-es Victory Royale-t. Hoppá! Hoppá, Isten. G a G-hez. Hogy maradt meg a kettő puska és a puskaival sebzése bug? Nem. Az a Gemini. A Gemini levet viselő Arcana. És hogyha megfigyeled, akkor... három madaram van. A Gemini azt csinálja, hogy a puskáknak, a madaraknak, a macskának és azoknak evolvjainak ad egy counterpartot, azaz a másik felét. És így dupla annyi van. Ezekben. Hát megvan amúgy, amiért jöttünk, srácok. Állokoltuk a szikriteket. Hol a Guardian? Ott van. Jön. Nagyon jön. Föl kell venni az itemet, aztán lehetne balra menni, de nem tudom fölvenni. Na végre. Ez lesz a Laurel evolve-ja. És balra kell menni nagyon. Csak ez már nagyon fáj. Ahogy látom, közben meghalt a Guardian. Itt a tojása. Át kéne szaladni még 3 perc alatt. Gyere, olvasom, srácok, a csetet. Át kéne szaladni a pályán még 3 perc alatt. Ha tudok, persze. Mennyire vagyunk messze? Nagyon messze vagyunk. Ezt lehet el kell engedni. Jó, nyomjuk egy kicsit balra. Köszi szépen mindenkinek, aki részt vett a hype-onatba, srácok. Köszi, köszi. Jó, most mehetünk balra. Jó, most elkezdett fogyni a HP, most egy kicsit megállunk. Az utolsó 2 percben iszonyatosan sokat fogunk szintet lépni. Közeledünk a Vendorhoz. Jaj, megint kezd fogyni a HP. Jó,
öltünk egy kis shieldet, aztán megyünk balra. Hopp, elkezdett fogyni HP. Úgy néz ki, hogy ezen a pályán nem kapunk iszonyatosan sok XP-t. Oké, megint fogyni fog a HP. Hát ez, igen, ez felejtős, srácok. Ez a terv, amit most próbálok megcsinálni, hogy elmegyünk balra. Nem fogunk tudni elmenni balra. Na, viszont most megjön az XP. Ez hagyja, hogy nem fogunk tudni elmenni balra, nem fogunk tudni elmenni sem erre. Ez szint. Hát igen, itt nem megyünk sem erre. Ez ennyi volt, srácok. Az utolsó fél perc. Még lesz egy nagy XP szippantás. Kétszáztízes szint. Megjött a halál. Hát ez amúgy még meg lehet, ha gyors vagyok. Bár szintezőzni már nem fogunk sehonnan. Szóval nem lehet meg. Bár meg tudjuk ölni a halált, hol van? Az Infinity Corridor még megölheti a halált. Úgy néz ki, hogy még hagytunk egy kis XP-t valahol. Jó, mindjárt jön egy másik halál is, srácok. Ugye a Crimson Shrouddal még többet lehet sebezni a halálokra. Ezek inasba raknak, mert nem fagyasztottuk le őket időben. Nincs gond, nincs gond. Nem tudom, melyik az eredeti. Baraknak, de már semmit nem lehet látni. Hát igen, itt most van sok minden a képernyőn. Meghaltak, jó. El se hiszem, hogy végre sikerült egy ránt győzni. Hát megnyerni. Sikerült legyőzni a halált. Jaj. Na, szóval köszi szépen a támogatásaitokat, srácok. Azt mondja, hogy Altairnak egy 14 hónapot. Az vesznek egy 20-ast. Lacesznak köszi szépen, hogy Renit 10. hónapját lehetővé tette. Illetve Stéron 6. hónapját. Létó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 8. hónapodat. Ugye most nem tudunk már mit tenni. És köszi szépen a 14 hónapot neked is, Laca. Úgyhogy neked is pergetjük. Ott is van. Ti is pergessétek a szvegeket. Na hát végre egy győzelem. Végre egy győzelem, amivel állokkoltuk ezt a gombot. És itt van minden egyes titkos karakter. Titkos dolog, ami megszerezhető. Ezért küzdöttünk, hogy megöljük a bónorbot. Na, most jön a mongoló, srácok. Most jön a mongoló.
Mondtátok, hogy szeretnétek halált látni, úgyhogy hozunk halált. Csak a halál. Ugye a feladat az, hogy meglegyen az összes passzív item 16, tehát mind a 16 passzív item legyen maxos, ennyi kell a mongoló nevezetű pályán, úgyhogy elhozzuk a halált, tessék, és beállítjuk, hogy egy fegyvere legyen. Kész. És rámegyünk a mongolóra. És én ezt az erét szeretném. Mongoló. Limit break. Szuper. És a beginning-el kezdünk. Necces lesz. Meglátjuk. Na ez így. 12. Tehát akkor kellenek a gyűrűk is. Lehet a körzet kellett volna rakni. Ja, elnéztem, bocsánat. Vaksi voltam. Nem vettem észre itt egy blokkot. Jaja, így van meg a 16. Igazatok van. Na, kíváncsi leszek erre, srácok, hogy ez hogy fog menni. Indítok is egy előrejelzést. Sikerül a challenge. Igen, nem. A challenge az az, hogy kimaxoljuk az összes passzív itemünket halál nélkül ezen a pályán. Erre tudtok most tippelni. Akartál indítani? Koponyákon húzunk. Többen nem jöjjön. Részeren is húzunk. Jobban szálljanak azok a kaszák. Koponyák.
Ládák nélkül a level 64-es szinten vagy meg mindenből maxon. Ó, köszi szépen! Köszi szépen, Revology. Spenót. XP. XP. Na, kaptunk egy boss-t. Skull. Van de Labrador. Köszi, köszi, srácok. Azért tettetek fel pontokat, most nézem. XP, rámegyünk az XP-re. Hát legyen az armon. Hát időben és... Tehát, hogy jók vagyunk, így szintben, meg időben. Empty-tom. Még Empty-tom. Eljött az 5 perces boss. Legyen a Bracer. Gyorsabb kaszákok legyenek. Nem nyitunk legendásat sajnos. Az sokat segítene. Na, még egy fagyasztás. Fagyasztás valamilyen szinten az ellenségünk. Jó, a könyv már megvan maxos. Azt mondja a Spellbinder. Szerencse. Legyen szerencsénk. Na hát, lefagyasztottuk az elemét. Ezzel nem lett szerencsénk. XP. Spellbinder. Bár a Spellbinder az nem hat a kaszára, tudtam ma. Legyen a szerencse. Ne! Ha megint a fagyasztás. Szihetetlen, srácok. Hogy állunk? Jó van, azért még kell.
15 perces a pálya, az remélem megvan, srácok, mindenkinek. Ha nincs, akkor most szóltam. Egy kis movement speed. Ja, tényleg ebédidő van, úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, srácok. Aki most vagy mostanság kajál. Ott egy kis szerencse. Azt nézzétek. Bling bling, ding ding. Hát a spenót. Hát az armor. Hát a pommarola. Rákúr, megjött rákúr. Pumarola. Érzem, szükség lesz a pumarolára. Azt hiszem jön majd egy szakasz ezen a pályán, amikor iszonyatosan nehéz lesz minden. Az nem tudom mikor jön. Csak sima ládát kapunk, hát ez szemétség. Utáltad a rákurat a függőleges pályán? A gallót távolan az igen, szivatos. A szivatos. Ugye nagyon fontos, hogy nem szabad meghalni a tiramisuval, mert akkor rippentyű van. Érjen többet a coin. Még többet érjen a coin. Van-e kedvenc karakterem? A Pugnala. Pugnala. A puskás leányzó. Itt eléggé szeretem. Ja, gazdagok leszünk. Valamit változtattak, mert ennyi goldot nem szoktam kapni. Helyzet, most meg vagyunk maxosak, kb. Ki is léphetnék, nem? Ki kéne lépni, igaz? Mindegyik maxos. Ja, mert nem nagyon öljük az enemit most már. Még kockáztatunk egy kicsit. Még kockáztatunk egy kicsit, hát ha valami innasba rakjunk. Ha kilépünk, akkor is megvan a challenge, igen, igen.
16000 gold. 1% might-ot kaptunk. Még 1% might, elképesztő. Na, ez az. Jönnek a kis kígyók. Bármelyik pillanatban kiléphetek, srácok. Ez az! De még kockáztatunk egy kicsit. Ez 3 boss volt? Wow. Na, és hoztak egy jó árkanát. Azt mondja, hogy valami jó kéne. Na tessék! Na, most még HP-t is töltünk. Tessék! A 13. perc. Dől a money. Money. Most mire megyünk? Hát igazából a pénzre. Ha látom, hogy nagyon nagy a kaka, akkor kilépünk. De még kockáztatunk egy kicsit, csak hogy izgalmas legyen az előrejelzés. Én Zem, mit lehet kezdeni? Tojást venni belőle? Illetve power up-okat. Na, megjöttek a gárdiánok. Még jók vagyunk. Jajjá, a 15. percnél szívás lát. Igen, igen. De vajon elérik-e az 50000-et? Nem valószínű, mi? Hogy? Ott jön a halál! Hello, halál! Szia, halál! Hello! Nem lett meg az 50000, srácok, a Gold Feverben. 2 vined van zsinórban? Azért imót is jár a Fortiba is, tudom. Nem akartunk barátkozni a halállal jobban. Tehát két halál együtt, az... Ki tudja, mit csinálna. Na. Megvan a vendor is, most már. Ez is megvan. A Cosmo is megvan. A
Candy Box is most már megvan, és az új relik is megvan. Jó. Igazából megvan minden, srácok, amit lehet szerezni. Ez az új fegyver, a Candy Box lesz. Játszani kell az új karakterrel, amint a Secret karakterrel 15 percet, vagy hogy van ez? Hogy oldódik fel, srácok? Nem vágjátok? Ja, sikerül a challenge. GG mindenkinek. GG. Hát akkor igen, mehetünk ide, és akkor vegyünk valami jót, mit szóltak. Ugye ez a karakter, amit most választottam, azt tudja, hogy 1% gridet kap szintenként, és tovább tart a Gold Fever. Tehát nem kell 15 perc, csak el kell indítani. Aha. Hileljük a virágokat, srácok? A virágok itt esznek? Megesznek a virágok. Csak szólemiót szeretik a virágok. Virág, Puki! Új fegyver a macska másolata, csak keményi kell a macskával. De én nem arra gondoltam, hanem a Candy Boxra. De a collectionben nincs ott, Ati. Tehát egy valami hiányzik a collectionből. Most már ott van, hogy bejöttem? Aha. Ott vagyok egyébként, látjátok? Ott a vendor. Jó, hát belemegyünk. Tessék, ilyen kemények vagyunk. Minket nem érdekel ez. Fáj. XP. Jó. De Labrador, bár az XP-re kellett volna rámenni. Igazából addig megyünk most ezzel a ránnal, ameddig el nem kezd akadozni. Ha elkezd akadozni a rán, akkor vége. Az XP-re kellett volna, basszus. Mehet még a virág, Puki. XP. Nagyon jó. Azért csak nem az XP-re raktam. Ez az. Projectile speed mehet. Ez
Ez a pályán mi a feladat, virágot ültetsz? Igazából ölni kell a virágokat, de mivel virággal, virágfegyverrel vagy, így a virágokat híleled, és azért jön az XP. Tehát, hogy itt amúgy a virágokat kell ölnöd egy normális karakterre. Projectile Speed. Na ez mondjuk jöhet. Majd elben is eljük az utolsót. Duplikátor az jöhet. Szerintem így még jobban is jártunk. Na, mindjárt kezdődik a csúnyasság. Elkészültetek a csúnyasságra? Most már csak pörögni fogunk egy helybe, és kapjuk a statokat a fegyverre. Plusz egy amount speed. Area. Might. Area. Area. Speed. Speed. Might. Speed. Might. Speed. 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 Jaj. Csak jobbra-balra mozgunk. Amikor az arra elkezd nőni, nagyon durván, akkor lesz az igazi. Level 1600-ig mentünk. Vagy 2600-ig, nem emlékszem. Legutóbb. Na, most a hangon is halljátok, hogy most már történések vannak. Na, közben... Ja, itt nem is lehet kockaszámokat kapcsolni. Na, most már jobban csattog. Nem jött frissítés, hogy minden processzor magot használja a game? Nem. Ez az. Itt látsz, a virágok virágokat simogatnak. Nincs szintlimit. Plusz amount, plusz mely, plusz area. Ez nagyon virág. A halálos botanikus. Igen, még az idő valósan telik. Tehát az annó olyan volt, amikor ezt először játszottuk, hogy az, tehát hogy egy másodperc a valóságban, az itt a játékban már 10 volt a végén. Csak be kell kapcsolni a heal számokat. Ja, az is egy patch. Anno én úgy játszottam, hogy kikapcsoltam a damage numbers-t, és mutatta ugyanúgy a healt. Most már ezt megcsinálták, most már nem mutatja a healt sem. Csapjál oda a krizanténnal! Ó, egyre gyorsabban. Pont ilyen gyorsulással szokott kopogtatni a szomszéd a falán esténként. De még sose jöttem rá, hogy mit akar.
Köszönni? Ja, lehet. Lehet, hogy köszönni akar. Hát, amúgy nem akad a játék, ez elképesztő, és hogy ontjuk magunkból a virágokat, azt nézzétek. Ez most váratlanul ért? Mondom. Még mindig valós az idő. Ez elképesztő, srácok. Tehát a heal elős számok voltak azok, amik így tönkretették a ránt. Igen, az, hogy nem látszódnak a heal számok, ez nagyon jó. Srácok, az amúgy elég komoly, hogy amit ti láttok, az nem ugyanaz azzal, amit én látok. Tehát, hogy a játékban működik a 120 Hz, képzeljétek el. Wow. Itt nézem az OBS-t, és ti látjátok a virágszirmokat. Én nem látok virágszirmokat. Csak ilyen epilepsziás rohamot látok. Most már értem, mit éreznek az LSD-sek. Szerintem a level up lesz a kövi, ami kikapcsolható lesz. Az helyzet, srácok. Hogy most már sebződök. Na, ez sokkal jobb, srácok. 1300-nál járunk. Most már csak állunk egy helyben. Csak egy laza vovos raid. Mennyi a gridem? Hát minden maxon van, ugye? De itt a grid az nem számít. Vagy de? Ja, itt csak a growth számít. Az a durva, hogy... FPS-ben 120 van, tehát hogy... Nincsen FPS drop, megcsinálták. Ja, hogy a growth-ra vagy kíváncsi? Ja, hogy a greed-re vagy kíváncsi? Ja, hogy úgy érted? 2104. Igen, igen, értem most már, hogy mi volt a kérdés. Végre optimalizált a játék? A heal number és a damage number-rel volt gond. Akkor a kutyával is le kell majd ezt... Ja, le kell majd. Nézzétek a levelt! 2500-nál járunk. Hát ez nagyon durva. Na, írok ki egy előrejelzést. Sikerül elérni a level 5000-et? Igen, nem. Jó, nem. A level 10.000-et. Tehát a 10.000-es szintet sikerül elérni. Tehát, hogy mire kiírnám az 5.000-et, addigra az már meg lesz. Ez most micsoda? Nem kell kérdezni, csak el kell fogadni, amit itt most láttok. Mozgok egy kicsit. Tizenöt perces a pálya, srácok. Ez is 15 perces. Még mindig real time telik az idő, tök jó. A Minecraft speedrun is ilyesmi lehet. Jaj. Szegény kutyás rám meg milyen durva volt, ja. Tök jó, hogy megcsinálták.
Jaj, fáj. Ez az epilepsia challenge. Az a helyzet, hogy itt nem tudunk akkorát alkotni, mint a kutyával, mert nem látom, hogy hol vagyok. És damolnak a fák. Na hát, még 2 perc alatt kell 5000 szintet összehozni. Ezt fogják a doktorok használni most már, hogy kiderítsék, kinek van epilepsziája. Szerintetek 7000 lesz? Próbálok mozogni kicsiket. Szevasz azul. Itt mi van? Hát... epilepsia teszt van. Tehát most már mindenhol fáj. Most már... Hiába mozdulok bárhova, meg is ölnek a... Meg is öltek. Jó, itt jó. Most még lehet menekülni a halál elől. De 15 perce során csak a halál nem tudott minket megölni. Ajjaj, srácok. Tessék, 7500-as gridünk van. Vége lehetne már? Nyomom, ma még lehet, srácok, nyomom. Egyre lassabban adja a szinteket. Itt mi történik? Hát buba, szinteződünk. Szinteződünk éppen. Lassan meg lesz a 8000-es szint. És a 10000 a cél az előrejelzés alapján. Most egy kicsit lefele fogunk menni, jó? Jó.
Péntek van, ülök az irodába, dolgozom, a három monitor közül a jobb szélsőn stream megy, ahol fél órája színes stroboszkóp villózik, és gondolkodom, hogy vajon így, vagy én fogok elájulni hamarabb. Kérdezem, hogy hol van ez így? Hát persze. Ez mond meg minden nélkül? Aha. Ugye behozták a játékba a Limit Breakert, és a Limit Breaker éppen adja a statokat a képernyő közepén. Minden egyes szintlépés, felkapunk statot. Nagyon lassan adja már srácok a szintet. De már lassan szintet se fogunk kapni. Ez most miről szól, hogy itt flashbang-el az egész szín? Szintet lépünk, srácok. Jobb fölül van egy szám, az 8500-nál jár, és a cél a 10000. És azért nem látunk semmit, mert már akkora... Tehát ez egy virág. Ez egy nagyon-nagyon nagy virág. És sok virág. Azt nézzétek. Tízezer után mi van? Tízezer után kilépünk. Ez melyik játék? Windows képernyő kímélő. Az a durva, hogy az idő még mindig real time. Ja. A 20 percet azért várd meg? Hát a 20 perc előbb lesz meg, mint a 10000 kill. Azt nem értem, hogy a halál hogy nem ér minket utol, srácok. Én épp a hófehér falat glátelem, és csak próbálom elképzelni, mit látok, de most már látom, te jó ég. Srácok, én megpróbálom fölvenni ezt a cuccot. Az komoly. Meghaltunk, meghaltunk. Eddig tartott. Eddig tartott. Na? 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 Na mi van? Na? Egyszerűen csak agyon vágott minket a halál. Úgy! Nem lett meg, srácok, a level 10000. So close. So close. Hú, ez komoly volt. Akkor most mehet újra az egész? Persze. Persze. Persze, mindjárt. Mindjárt. Ó, te jó ég. Level 9123. Szerintem a 10000 sima egyébként. A kutyával könnyebb. A kutyával könnyebb. Nem megyünk még egyet. Ne, no, no. No, no. Köszönöm szépen. Na, igen, a Candy Box hiányzott a kollekcióból, most már ez is megvan. Most már ez is megvan. Kiosztottam a pontokat közben. Kutyával 10%-os speed mellett el lehet érni a pálya szélét, vajon? Tényleg a kutya az mit is kap? Kutya more projectile 20 szintenként, tehát max 3-at. Uh-huh. Uh-huh. Az a helyzet... Rosszul vagy kicsit, Vili? Ajaj. Ajaj. Akkor lehet, hogy roham lesz. Nem biztos, de lehet, hogy érdemes kéznél legyen egy orvos. De valami speedje is volt legutóbb, mert lefutottad a halált. Azért futottuk le a halált, mert hát azért, mert nagyon, tehát hogy egy másodperc alatt nagyon kevés frame generálódott le. Az azért volt. Tehát, hogy nem voltunk gyorsak, hanem egyszerűen csak a kevés frame miatt a halál nem tudott minket utolérni. De hogy most, hogy nem tudott minket a halál utolérni, nem tudom. Tehát, hogy ezt nem értem, mert tehát, hogy
a frémek meg voltak, mert láttátok, hogy a kiírások, hogy level up, meg hogy miket kaptunk, az normális volt. Hát ez komoly volt, srácok. Sikerült újabb level rekordot dönteni egy újabb vicces ránnal. Nézzük, miket csináltunk ma. Megszereztük a Big Trousert, amivel most játszottunk, aminek az alap fegyvere az az, hogy ki tudjuk választani, hogy milyen alap fegyverrel akarunk kezdeni. Evolvolt fegyverek nem játszanak. És ugye őt mongolón kell megszerezni, úgyhogy 16 maxos passzívot. Tehát kimaxoljátok az összes passzívot, ami a pályán van, az alap passzívokat, ugye nem kellenek a nyilak se, és a gyűrűk se. Tehát az úgy 16. Egyébként 20 lenne velük, de elég a 16 alap passzív kimaxolása. Megszereztük a Kozmót is, a madarat. Ugye recovery-t kap, tehát elég durva heal-t kap, meg lákot minden egyes szinttel, illetve minden századik szintnél revive-ot is szerez. És ő a két alap madárral kezd, úgyhogy nem foglalnak weapon slotot, tehát még fel tudjátok venni a madarakat, tehát lehet összesen elmondásotok alapján 8, de szerintem csak 6 madarunk a Gemini Arcanával. Az ő állokkolásához egy nulla tojásos karakter kell, fontos, hogy nulla tojás legyen nála, nem elég, hogyha a tojásokat kikapcsoljátok itt, hanem fontos a nulla tojás. És akkor Capella Magnánál a korona és a tiramisu fölött lesz egy lángszóró, hogyha azt fölveszitek, akkor kinyílik egy kapu, és akkor a kis erkélyen oda mentek a madárhoz, és már meg is szereztétek, ki is lehet lépni. Igen. Változtattak az árkánán. Ezt most meg tudom nektek mutatni? Talán meg tudom nektek mutatni. A Geminin. Nem tudom megmutatni. A Gemini Arcana változott abba, hogy most már a cicák is hozzátartoznak, tehát most már van kettő, tehát hogy a cicák is duplikálva vannak a Gemini Arcanával. Megszereztük a 13-as Arcanát is, az is új. Ez az. Nem ez az, bocsánat. Ez az, ami ugye azt csinálja, hogy minden második szintnél Growth, Luck, Greed és Curse-t kapunk, 1%-ot, valamint bizonyos időközönként egy bizonyos ideig duplázza a Growth, a Luck, a Greed és a Curse statunkat. Ezt ugye ez a Wicked Season. Aztán kaptunk egy reliket is, az ez, a Forbidden Scrolls of Morbane. Ez pedig a menüben itt ezt a Secret gombot állokkolja, és itt láthatjátok, hogy mindegyik egy-egy kis hintet tartalmaz egy karakterhez. Ott vannak a hintek. Itt vannak a hintek. És ez alapján, tehát hogyha nem akartok csalni, wikit nézni, videót, YouTube videót, streamet nézni arról, hogy hogyan lehet ilyen-olyan karaktereket megszerezni, akkor erre tudtok hagyatkozni. Hogyha csak a játékból akartok tájékozódni, hogy hogyan lehet a karaktereket megszerezni. Jó. Illetve itt kódokat is lehet beírni. Azt nézzétek. Írom a kódot nagyon. Titkos kódok. És ennyi. Ja, meg hogyha valakinek van olyan karakter, aminek több mint 5000 tojása van, akkor a mongoló pályán, hogyha a Medgru Várkenet használjátok, akkor, és mentek egy kicsit lefelé, akkor százasával tudjátok törölni a karakterről az aranytojásokat. Ennyi. Srácok, ennyi minden jött ezzel az új patch-sel, a 0.10-zel. Úgyhogy legközelebb, hogyha jön új patch, vagy hogyha találok valami királyságot, akkor jelentkezem újra ezzel a szuperságos gémmel.